Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Tech2 YouTube csatornáján, az én nevem Zsolt. Nokia. Egy olyan brand, amit a 2000-es évek elején nem igazán lehetett legyőzni. Tényleg globális méretű cégről van szó, ami finn székhelyen rendelkezik. Hát a Microsofttal való kooperáció viszont finoman szólva sem sikerült túl jól. A Windows Phone vagy Windows Mobile operációs rendszer nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, a Nokiának pedig a szerződés értelmében nem lehetett váltani. Későbbiekben viszont a HMD Group, tehát a HMD csoport került előtérbe, és a következő 8-10 évre az ő kezükben van a Nokia márka név. Tehát ez azt jelenti, hogy a Nokia továbbra is létezni fog, viszont nem olyan klasszikus értelemben, mint ezelőtt nagyjából 15-20 évvel. Több új modellel is próbálkoztak 2017-ben, de saját bevallásuk szerint is inkább tapogatózás volt mindegyik készülék, hogy tudják az emberek, hogy immár Android operációs rendszerrel térnek vissza, és mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a régi dicsőségüket visszaszerezzék, habár ez nem lesz olyan könnyű, mint a 2000-es évek elején például. Idén viszont több új, más sokkal jobb formatervvel rendelkező telefont várhatunk tőlük, a csúcskészülék pedig nem más, mint a kezemben található Nokia 8 Sirocco, amivel beleadták minden tudásukat, legalábbis úgy gondoljuk mi, és úgy gondolják ők is, de a későbbiekben jöhetnek még ennél is fantasztikusabb készülékek. A Nokia 1, Nokia 2, Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6, 7, illetve 8 Sirocco azok, amik a termékpalettát jellemzik jelenleg, hát ott van még a Nokia 6-nak a 2018-as változata is, a Nokia 1 pedig azért érdekes, mert Android Go operációs rendszerrel rendelkezik, ami a gyengébb hardware-rel szerelt telefonokra való. Ezen a Nokia 8 Sirocco-n viszont egy Android One operációs rendszer szerepel, ami azért jó, mert a Nokia ígéretei szerint két fő rendszer frissítést biztos megkapnak a telefonok, de 3 évig a biztonsági frissítéseket is megkapják ezek a mobilok. Beszélve egy picit a Nokia 8 Sirocco-ról, ami az idei MWC-n mutatkozott be, ez egy ízig-vérig csúcsmodell, annak ellenére, hogy most már ennél erősebb hardware-rel rendelkező telefonokat is láthatunk a piacon, viszont nem feltétlen csak ez a lényeg, hanem a szoftveres optimalizáltság is, ami a Nokia-nál sosem probléma. A készüléket, hogyha körbenézzük, láthatjuk, hogy eléggé íves előlappal rendelkezik, méghozzá vágja a kezünket az a fém alumínium oldal szerkezet, ami egyébként nagyon minőségi, nagyon hűvös, elegáns érzetet kelt, de hosszú távon talán tényleg kényelmetlen. Ha az aljára nézünk a telefonnak, akkor ott van az USB Type-C és a hangszóró, sajnos 3,5 mm-es jack kimenet nincs. A jobb oldalon pedig van egy bekapcsoló gomb, valamint egy hangerőszabályzó billentyű, előbbinek a nyomáspontja nem túl acélos és nem is túl kényelmes. A nanoszim foglalatot a telefon bal oldalán lejjük fel, a nagyon vékony fém keretre sikerült odabígyeszteni ezt a tárcát, és ezt egy kis tűvel kell kinyitni, vagy van egy nanoszimünk, vagy pedig egy hibrid dual simünk, attól függ, hogy milyen modellt választunk. A hibrid dual sim esetén két nanoszimet tudunk a telefonba rakni, vagy egy nanoszimet és egy microSD-t. Ami lényeges, hogy IP67-es védettséggel rendelkezik a telefon, ami azt jelenti, hogy 1,5 méter mélységig 30 perc időtartamig vízálló, plusz fontos tudni, hogy az elő és a hátlapot is Gorilla Glass 5 üveg védi, tehát a karcoktól elvileg mentes tud maradni a készülék, ellenben az ujjlenyomatoktól nem, elég gyorsan gyűjti főleg a fényes fekete hátlap, ahol egyébként az ujjlenyomat olvasó, valamint a dupla hátlapi kamera és a vakú is elhelyezkedik. Ami az előlapot illeti, itt van egy 5 megapixeles előlapi kameránk, ezzel lehet szelfizni, nyilván van beszéd hangszórunk is, a kijelző pedig 5,5 hüvelykes klasszikus 16:9-es képarányú, 1440x2560 pixel felbontású, ám már P-OLED panel, tehát a Nokia is úgy gondolta, hogy a csúcs készüléknél OLED kijelzőre várt, a többinél még egyelőre maradt az IPS technológia. A P-OLED-nek a fényereje rendben van, betekintési szögei nyilván hibátlanok, és nagyon élénk, vibráns színek jellemzik ezt a megjelenítőt, amellett, hogy rendkívül éles képet biztosít, és ott van rajta még az Always On képernyő is, nyilván aktiválható vagy deaktiválható ez a funkció, ami azt jelenti, hogy ha értesítésünk érkezik, akkor azt mindig látjuk egy ilyen kis felvillanó ablak formájában, folyamatosan világítani tud a telefon, de ezt is külön szemére tudjuk szabni. Ami a szoftvert, illetve a hardvert illeti, Android 8.1 operációs rendszer dolgozik ezen a készüléken, gyári oprendszer. A Nokia kiáll amellett, hogy nincs szükség különféle
launcherökre, különféle színesítésekre, hanem a normál gyári Androidot használjuk, pont ezért lehetséges az, hogy a frissítéseket ilyen hosszú ideig tudják biztosítani. Hardware-es szempontból Snapdragon 835-ös lapka az, ami dolgozik legbelül, méghozzá 6 GB-nyi LPDDR4X RAM-nak a társaságában, 128 GB-os a memória, a belső adattároló, amit dual SIM esetén tudunk microSD-vel bővíteni. Adreno 540-es grafikus gyorsító dolgozik a telefonban, ez bőven elég a legújabb játékoknak is a meghajtására, bár a PUBG-nek az első pár másodperce igazán akadozással teli volt, utána viszont gond nélkül futott, nagyon-nagyon ritkán lehetett azt tapasztalni, hogy megbillen a játéknak az egyensúlya, de összességében elmondható tényleg, hogy a legújabb produktumokat is bőven nyugodtan tudja futtatni a Nokia 8 Sirocco. Magáról a rendszerről pár szót érdemes azért ejteni, minden tökéletesen gyorsan, flottul, pillanatok alatt megnyílik, működik, tényleg olyan felhasználó élményt biztosít a Nokia 8 Sirocco, amelyet kevés más telefon tud biztosítani, és igazából ugyanúgy van menürendszer, a legszükségesebb programokkal, térkép, navigáció, ezen kívül még vannak YouTube, Google alkalmazások, ébresztőóra, minden, ami Samsungnak ingere és a gyári Android operációs rendszerben benne található, fölülről pedig lehúzható az értesítési panel, itt találhatók a gyors ikonok, valamint egyébként az alkalmazásváltó is nagyon gyorsan működik és kilőhető egyszer az összes alkalmazás a háttérből. Nagyon fontos, hogy három mikrofon van a telefonon, így biztosak lehetünk benne, hogy a hangfelvételek, a hangfelvételének minősége rendkívül jó lesz, de egyébként a hangszóró is óriási lármát tud csapni, nagyon hangos és viszonylag tisztán is szól. Az új lenyomat olvasom, ami a hátlapra került, szintén egy kvázi multimédiás képesség, rendkívül jó és precíz a működése, a sebességével sem lehet gondunk, tényleg pillanatok alatt fölismeri a biometrikus szenzor az egyedi azonosítóinkat, ráhelyezzük az ujjunkat, kényelmesen van, és már is a főképernyőre ugorhatunk. Az új lenyomat olvasó fölé helyezték a dupla hátlapi kamerát, az egyik egy 12 megapixeles f/1.7-es rekeszértékű széles látószögű lencse, a másik pedig egy 2.6-os apertúrájú és 13 megapixeles teleobjektív, ami azt jelenti, hogy kétszeres optikai zoomot tesz lehetővé a telefon egy gombnyomásra. A vaku nagyot tud villanni, bőven elég ahhoz, hogy sötétebb környezetben is megvilágítsa a környezeted, a szoftver pedig könnyen átlátható és jól kezelhető, fölül kis ikonok formájában találunk néhány programot, de egyébként itt van még, hogyha megnézzük a módok közül, az elő- és hátlapi kamerát egyszerre használatba vevő dupla mód, ezen kívül pedig tényleg HDR, valamint a beállításokban még számos más lehetőség is elénk tárul, zárvezérlés, zárhang, vezérvonal, vízjel, adattárolás, hogy hova mentsük, és ami tök jó egyébként, hogy a professzionális módban még több mindent állíthatunk, kezdve az expozíció korrekciótól, egészen a zársebességen, érzékenységen, tehát izón át a fókuszig mindent, amit csak szeretnénk, és videózni is tudunk méghozzá 4K-ban 30 fps sebességgel, itt még nincsen szuper lassítás, és nincsen 4K 60 fps sem, hát ebben azért lehet még fejlődni, és valószínűleg fog is a Nokia a közeljövőben. A képek minősége rendben van, nem azt mondom, hogy ez a legjobb kamerával rendelkező telefon, viszont a Zeiss optika látszik, hogy milyen jó munkát tud végezni, jó a dinamika tartomány, rendben van a vonalélesség és a részletesség is, a közelítés is jól működik, bár ilyenkor azért már lehet látni, hogy melyik lencse a jobb, a 12 megapixeles egyértelműen részletgazdagabb felvételeket tud készíteni, ennek ellenére viszont nagyon jó, hasznos funkció az, amikor tudunk zoomolni is. Este, éjszaka sem esik kétségbe a telefon, nyugodtan lehet ilyenkor is fotózni, aránylag stabil kezek szükségesek ahhoz, hogy ne mozduljon be a felvétel, nem készülnek homályos felvételek ilyenkor sem, de azért vigyázni kell sötétebb fényviszonyok esetén. Adatkommunikációs téren szinte minden van a telefonban, amire szükségünk lehet, kezdve a Bluetooth 5.0-tól egészen az AGPS-ig, ami a GLONASS mellett még a Beidou műholdak információt is képes feldolgozni, de van MIMO, ABGN, AC és Wi-Fi, valamint NFC is, rádió sajnos kimaradt a repertoárból, ahogy az infra is. 3260 mAh kapacitású akkumulátor az, ami meghajtja ezt a telefont, ez egy napos üzemidőre szinte minden körülmények között elegendő, ellenben, hogyha nagyon sokat nyomogatjuk a telefont, akkor bizony számítanunk kell arra, hogy a két napot nem fogjuk elérni, és esténként töltőre kell dugni a telefont.
többféleképpen etethetjük a telepet, van wireless Qi töltés, ezen kívül pedig Quick Charge 4.0 gyors töltés is, tényleg rendkívül gyorsan szaladnak a százalékok fölfelé, tehát hogyha valaki naponta szeretné tölteni, vagy fél naponta, akkor is rá tud tölteni, mert körülbelül egy óra alatt már a felére is fel tudja pumpálni, vagy 3/4-ére a telepet. A Nokia-nak egyetlen egy problémája van, legalábbis a 8 Sirocco esetén, méghozzá az, hogy viszonylag drágának mondható, hiszen olyan 260-270 ezer forint környékén debütál ez a telefon, márpedig azt figyelembe véve, hogy ebben egy Snapdragon 835-ös lapka található, bizony ez magas ár. Hiába a jó optimalizáció, hiába a sok főverzió az, ami még telepíthető lesz erre a telefonra, valamint a remek rendszersebesség, az Android One operációs rendszer, sajnos a Nokia 8 Sirocco ilyen áron egyáltalán nem elfogadható, főleg annak fényében, hogyha az Asus tényleg kijön a saját maga Snapdragon 845-ös lapkával szerelt telefonjával 200 ezer forintért, de ezen az áron már elcsíphető a Huawei P20 Pro, ami némileg előremutatóbb, legalábbis kamerafronton biztosan, de ilyen áron csíphető el még a Samsung Galaxy S9, valamint az iPhone 8 is, szóval azért erős mezőnybe csöppent a Nokia 8 Sirocco, én szerintem jó pár 10 ezer forinttal olcsóbban kellene adni ezt a telefont ahhoz, hogy tényleg sikeres legyen. Az viszont biztos, hogy a Nokia megmutatta, hogy mire képes és mire is lehet képes a közeljövőben vagy a távoli jövőben. A HMD kezében nagyon jó helyre került a márkanév, és remélhetőleg nagyon sok kiváló telefont láthatunk még a boszorkány konyhájukból. Én köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor ne felejtsetek el nyomni egy lájkot, illetve lesz egy következő kép, ha én befejeztem ezt a hosszú csacsogást, ahol akár fel is tudtok iratkozni a csatornánkra. Szép napot kívánok, kellemes hétvégét, sziasztok!